A Tolna megyei kormányhivatal június óta vizsgálta a szekszerdi közgyűlés szervezet és működési szabályzatát. A törvényességi eljárás Bomba Gábor az éjjel-szekszerd frakció vezetője kezdeményezte, mert szerinte a nyári SMS-módosítás és a bizottságok átalakítása törvénytelen módon történt. Júniusban emiatt az éjjel-szekszerd frakció tagjai látványosan ki is vonultak egy közgyűlésről. A vizsgálat most zárult le. Ez alapján Ács Rezső polgármester jogszerűen módosította az SMS-t, az éjjel-szekszerd és Bomba Gábor frakcióvezető állításával ellentétben volt erre lehetősége, és a hatáskörök módosítása, valamint a bizottságok összetételének megváltoztatása is jogszerű volt. Ezt mondta pénteken Szekszerd jegyzője. Erre vonatkozóan semmilyen megállapítás nem érkezett, úgyhogy továbbiakban is jogszerű a közgyűlésnek a működése, legitim a közgyűlés, a közgyűléseken hozott döntések legitimek, a bizottságok által hozott döntések legitimek, és a bizottságok összetétele, a hatáskörű telepítések azok is legitimek, úgyhogy semmilyen állítás, amit ők megfogalmaztak, nem nyert valóságtartalmat, tehát nem igazok azok az állítások. Bomba Gábor azt is kifogásolta, hogy az új SMS szerint a képviselőknek napirendi pontra vonatkozó javaslataikat az ülés előtt 10 nappal kell megtenniük. A helyszínen csak a polgármester vagy az alpolgármester vehet fel új napirendi pontot. Ezt a szabályt azért vezették be, mert az éjjel-szekszerd vezette bizottságok sok esetben írásos előterjesztéseket sem készítettek. Ilyenkor a döntéseket szakmailag előzetesen sem a hivatal érintett szakembereivel, sem a döntés végrehajtására kijelölt személyekkel nem egyeztették. A jegyző szerint ez a gyakorlatban azt eredményezte, hogy a döntések több esetben megalapozatlanok, végrehajtatlanok voltak. Azt láttuk, hogy ez a helytelen gyakorlat olyan szinten elszaporodott, hogy például a GVB esetében 97 olyan eset volt, amikor az ülésen szóban tettek javaslatot új napirendre, és szóban fogalmazták meg a döntést is. És nyilvánvalóan ezt mindenki láthatja, hogy egy ilyen komoly ügyekben ez nem megengedhető, ez szakmaiatlan. A kormányhivatal szerint viszont biztosítani kell minden képviselőnek, hogy napirendi pontot vetethessen fel. Ezért az SMS-ben apróbb módosítást végeznek majd a szakemberek, de Gábor Ferenc azt mondja, továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy a döntések szabályozott és szakmai alapokon történjenek. A sajtótájékoztatón téma volt az éjjel-szekszerd által több millió forintért megrendelt ügyvédi átvilágítások sorsa is. Az auditokat az önkormányzati cégeknél kezdeményezte az éjjel-szekszerd, ám bár a számlát már kifizették, eddig semmilyen írásos dokumentumot nem mutattak fel az eredményekről. Emiatt Ács Rezső polgármester személyes egyeztetésbe kezdett az átvilágításokat jóváhagyó önkormányzati cégek felügyelőbizottságaival. A sportközpont esetében viszont ez eddig nehezen megy. Faragó Zsolt, a bizottság elnöke, ugyanis két megbeszélt időpontot már lemondott. A mostani állás szerint jövő héten csütörtökön egyeztet a polgármesterrel. A kormányhivatal állásfoglalásával kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort is. Szerettük volna tőle megtudni, miért állította, hogy például az SMS módosítása vagy a bizottságok átszervezése törvénytelen volt, miközben a vizsgálat ennek az ellenkezőjét állapította meg. Bomba Gábor viszont nem válaszolt a kérdésünkre, csak annyit írt, küldjük el neki a kormányhivatal határozatát.